Egy különleges kiadványt mutattak be a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképző iskola és kollégiumban. A Szemelvények a modernizált agrároktatásból című könyvet forgató tanulók ugyanis akár három dimenzióban is láthatják a bemutatott állatot, növényt vagy gépet egy magyarázó szöveg kíséretében. Az Agrárminisztérium jó voltából és a Herman Otto intézet munkatársainak köszönhetően készült el. Az agrár szakképzésben azt gondolom egy korszakalkotó kiadványt fogok itt most a kezemben is. Ez különböző az agrár szakképzést átölelő témaköröket, összesen 15 témakört ölel fel. Ezen témakörökön belül pedig kettő-kettő kisebb, mondjuk így, hogy modulok találhatók, amely egyrészt én azt gondolom, hogy a szakképzést, az agrár szakképzésben tanuló fiatalok számára nagyon hasznos információkat bír. Nagyon sok olyan téma van, ami nem csak az agráriumot, de azt gondolom, hogy bárki nagyon szívesen forgatná ezt a kiadványt. És ami fontos célja, én azt gondolom, hogy a pályaorientációt is nagy mértékben elősegíti, egy kicsit rávilágítani arra, hogy ebben a modernizált, digitalizált világunkban ilyen és hasonló kiadványokkal mennyire könnyebben lehet megszólítani a mai fiatalokat. Mi azt tapasztaljuk, hogy az a korosztály, aki hozzánk érkezik 14-16 évesen, ő számukra ez egy kifejezetten érdekes és nagyon hasznos kiadvány. QR kódok vannak, ez ilyen applikációt lehet a telefonra rátelepíteni, és azon keresztül lehet ebben található információk, a még több információt így a növénytermesztés, állattenyésztés, vagy éppen a mezőgazdasági gépek világáról megtudni. A Herman Otto intézet volt az, ott is a szakképzési irányító szervük, akik felkarolták ezt a kezdeményezést. Az Agrárminisztérium volt az, aki a támogatást, a forrást biztosította, mi pedig a szakképzési centrum dolgozóival közösen fogjuk ezt eljuttatni a diákjainknak, illetve a szakmai gyakorlati órák keretében fogják ezeket a kiadványokat használni a kollégák. Én nagyon bízom benne, hogy ma az iskola vezetők itt megkapják, a Téli Agrár Szakképzési Centrum igazgatói elviszik ezeket a kiadványokat, és én bízom abban, hogy már holnaptól forgathatják, hiszen azért ez nem egy szerves tananyag, én azt gondolom, ez egy olyan ismeretterjesztő kiadvány, ami szélesíti, illetve hát színesíti a fiataloknak a tudását, és ami nagyon fontos, hogy népszerűsítjük vele az agrárszakképzést. Bozai Péter, az Agrárminisztériumhoz tartozó Herman Otto intézet ügyvezetője elmondta, a kiterjesztett valóság elemeket is tartalmazó kiadvány egyszerre jelent kézzelfogható könyvet és applikáción keresztül lejátszható multimédiás tartalmat is. Megpróbáljuk lekövetni azokat a modernizációs és tananyagbeli fejlődéseket, változásokat, amik az elmúlt években végbe mentek, illetve az elmúlt esztendőknek a többszöri Covid hulláma is bebizonyította, hogy van létjogosultsága, és van szükség a digitális tananyag készítésre. Ez egy szemelvény, amit most be fogunk mutatni, egy mesterkötet, egy példakötet, és azon dolgozunk, hogy több ehhez hasonló kiadvány tudjon a jövőben készülni. Két dolgot említenék a kiadványon kapcsolatban. Alapvetően két igény merült fel, vagy két igényt fogalmaztunk meg a fejlesztéskor. Az egyik, hogy egy kezünkben tartható papíralapon is lapozgatható, tradicionális kiadvány formájában is elérhető anyag kerüljön majd a diákok kezébe. Másfél pedig az, hogy egyúttal a papíralapú kiadvány mellett különféle informatikai platformokon, úgy mint mobil, táblagép, laptop, stb. Is használható legyen ez a tananyag, és egyfajta kiterjesztett valóságként háromdimenziós képalkotással is segítse a tanulás folyamatát. Bogdán Boglárka, a duális agrár szakképzés fejlesztéséért felelős miniszteri biztos elmondta, fontos, hogy az oktatás igazodjon a jelenkor követelményeihez. Nagyon fontos számunkra, hogy az Agrárminisztérium nem csak a tartalom véget szereplője az agrárszakképzésnek, hanem iskola fenntartóként is részt vesz az agrárszakképzés területén, hiszen 5 centrumunk is dolgozik ezen a területen. De nem csak azért vagyunk felelősek, hogy jól működjenek az intézményeink, hanem ugye a tartalomért is. És ugye a mai világban már nem kell magyarázni, hogy mennyire megváltozott a mezőgazdaság. Ugye digitális, precíziós, és hosszan lehetne sorolni azt a technológiai újításokat, amit az elmúlt évtizedben
lezajlottak, és azt gondolom, hogy ehhez az oktatásnak is abszolút igazodnia kell. Ma már nem elegek a hagyományos oktatási eszközök, hanem törekednünk kell arra, hogy a tananyag is tükrözze a fejlődést, és egyre több digitális tananyaggal tudjunk részt venni az oktatásban, és ez a kiadvány ennek ez egy nagyon jellegzetes példája lesz. Reméljük, majd több is követi. A most bemutatott könyv elsősorban a középfokú agrároktatásban résztvevők számára készült, de az ismeretterjesztés terén vagy a pályorientáció során is hasznos lehet. Ez a kiadvány nem csak arra jó, hogy egyébként a maga az oktatás során használjuk, hanem akár pályorientációs célból, hiszen már akár egy 8-10 éves gyereknek a kezébe lehet adni, és abszolút felkelthetjük az érdeklődését az agrárium iránt, és azt gondolom, hogy az ilyen kiadványokkal akár még jobban is a mai gyerekek figyelmét felhívhatjuk arra, hogy egyébként amikor pályaválasztásra kerül a sor, akkor legyenek az agrárium dolgozói a jövőben, és válasszák a mi szakmáinkat. Az elmúlt időszak azért mindenki számára rávilágított, hogy az agrárium mennyire fontos, szinte stratégiai ágazat ugye a gazdaságban, vagy akár egy ország életében is, vagy a mindennapjainkban. És eddig is világos volt, hogy enni, inni mindig kell, tehát hogy azért a szakmáinkra mindig szükség lesz, de azt hiszem most sokkal nagyobb jelentőséget is kapott. Ez, és ma már azt is mindenki látja, sokkal jobban látják, hogy mit jelent a mai kor mezőgazdasága, agráriuma. A Déli Agrárszakképzési Centrum egyébként az elmúlt 3 évben folyamatosan növekvő tanuló létszámot tudott biztosítani, mondja a főigazgató. 2020-ban, amikor a Déli Agrárszakképzési Centrum létrejött, akkor 3300 nappali tagozatos hallgatónk volt, a 2022-es október 1-i statisztikában pedig már 4290, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyértelműen válasz a kérdésre, hogy növekvő pályán van, hál' Istennek a létszámunk, és én azt gondolom, hogy a respektje az agrárszakképzésnek az meg mindenképpen egyre indokolt. Én azt gondolom, azért az elmúlt 2 év, 2,5 év a Covid időszaka nagyon sok mindenre rávilágított, és egy kicsit átértékelődtek a dolgok, én azt gondolom, sok esetben a szülők fejében, hogy látják, hogy olyan szakmákat, szakképesítéseket tudunk kínálni a gyerekeknek, amelyben aztán a munkavilágába könnyen, és be tudnak illeszkedni, és hát tényleg azt gondolom, hogy egy mezőgazdasági gépész, egy mezőgazdasági technikus, egy gazda, vagy éppen az élelmiszerágazaton belül egy pék-pékcukrász, ők azért biztos munkahelyet tudnak mindig találni maguknak, és ezáltal is én azt gondolom, hogy megnőtt ezeknek a szakmáknak a népszerűsége, illetve a technikus képzés, vagy éppen említhetném itt az okleveles technikus képzésünk, pedig a felsőoktatás számára biztosít egy újabb kapcsot, egy újabb lehetőséget, és így azt gondolom, hogy ez lehet talán, azt gondolom így összesen a létszám növekedésnek a hatása, az eredménye. A 21. századi technológiák, de azt gondolom, hogy a legmodernebb eszközök, gondoljunk csak arra, hogy az utakon milyen hiper-szuper erőgépek közlekednek, hát azok meg aztán végképp azt mutatják, és azokkal meg lehet a fiatalokat szólítani mindenképpen. Különböző támogatások vannak, vidékfejlesztési program az Agrárminisztériumnak köszönhetően, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek így együttesen segítik azt, hogy a szakképzésben folyamatosan növekvő létszámunk legyen.